ebbe ugye belerakom, és akkor így nem fogyjon ki. Egy édesanya, egy beteg kislány, egy nem mindennapi történet. Könnyeinket nyelve térünk be kollégámmal ebbe a Tolnai utcai székesfehérvári kislakásba. A család napjai nem felhőtlenek, mégis annál több és nagyobb szeretet uralkodik a családi kuckóban. Sári és édesanyja éppen a délutáni játékhoz készülődnek. Mária a napi rutinról mesél, ami egyáltalán nem gördülékeny. A 4 éves kislány úgynevezett Canavan szindrómában szenved. Ez egy ritka genetikai idegrendszeri betegség, ami miatt néhányan már csecsemőkorban életveszélyes komplikációkkal küzdenek. A betegség tünetei 3-6 hónapos korban jelentkeznek, úgy mint lassú fejlődés, a fej irányíthatatlansága és nagy mérete, epilepsziás rohamok, súlyos táplálkozási problémák, esetleg vakság. Azonban Mária, mint mondja, nem ismer határokat, célja mindig az, hogy Sárinak minden nap mosolyt csaljon az arcára. Sáriért még nem volt ilyen jellegű összefogás, bár tavaly bejegyezték neki az alapítványát, amit létrehoztam neki. Ugye az 2020-tól lesz majd úgyhogy az adó 1%-át vissza tudom igényelni, és akkor eddig ugye így a barátok is segítettek, ismerősök, de így ilyen jellegű nagyobb dolog még nem volt. Mária azt is elmondta, már több visszajelzést kapott a vasárnapi jótékonysági koncert kapcsán. Az édesanyja hálás érte, hogy a fehérváriak közül sokan részt szeretnének venni a programon azért, hogy segítsék a 4 éves Sárit. Ez a mindennapi program része, egy 10-15 percig hintáztatjuk. Ez Sári egyik kedvenc elfoglaltsága, amit, mint mindent, édesanyjával és édesapjával élvez a legjobban. A kislánynak több ilyen speciális felszerelése is van, azonban még többre lenne szükség. A nem mindennapi történetet székesfehérvári szívügyének tekinti. A Szabad Művelődés Háza is csatlakozott a kislányért tartandó július 15-i jótékonysági koncerthez, amely 14 órakor kezdődik majd az Öreghegyi Közösségi Házban. Minket Vendég Péter és a felesége keresett meg, akik ezt a jótékonysági koncertet szervezik, és hát első reakciónk az volt, hogy természetesen mellé állunk, nagyon támogatjuk az ilyen kezdeményezéseket, nagyon fontos, hogy ha a szülőknek nincsen annyi pénzük, hogy kezeltessék a beteg gyereket, akkor a társadalom fogjon össze és megpróbáljon segíteni. Mi annyival tudjuk támogatni ezt az ügyet, hogy természetesen ingyen adjuk a termet, a hangtechnikát, fénytechnikát, az egész házat, a személyzetet és mindent. Az eseményen fellép majd Szikra László, a Pitty Punk zenekar, László Attila, Polgár Peti és többek között a Big Time zenekar is. Pedig már az Öreghegyi Közösségi Ház vasárnap. Szép számmal gyűltek össze a segíteni akarók. Mint ahogy Zsédely Mária, Sári édesanyja fogalmaz, a fejlesztő torna, a különféle tápszerek és gyógykészítmények igen drágák. Minden segítség jól jön. A jótékonysági koncert ötletét is örömmel fogadta a család. Sára Canavan szindrómás beteg. Az agyában a mielin hüvely, ami sérült, így ez miatt nem tud mozogni, rágni. Ez miatt nem fejlődött sajnos, egy pár hónapos csecsemő szintjén van. Igazából 1 évesen derült ki, hogy mi a problémája. MRI vizsgálaton mutatták ki. Fehérváron meg Pécsen készítettek MRI vizsgálatot, és Belgiumban volt neki a labor eredmény, ami igazolta, hogy pontosan mi a betegség. És akkor azóta így próbáljuk túlélni a mindennapokat. Milyen nehézségeket okoz nektek a mindennapokban tulajdonképpen az ő betegsége? Igazából ugye a szokásos minden sérültnél ugye ami van, hogy így orvosokhoz járni, fejlesztésekre járni, az etetés, meg hát ugye nagyon rosszul aludt, meg még most is nagyon sokszor kell, és akkor inkább ez a része, ami így
megterheli az embert, meg nagyon nyugtalan, és nem igazán működött együtt így a fejlesztőkkel. És ugye ma egy jótékonysági koncert lesz, de több zenekar is elvállalta, érte, hogy színpadra áll. Mit jelent nektek ez az összefogás, hogy végül is Fehérvár így összefogott Sáriért? Nagyon örültünk neki. Igazából az egész anyák napja előtt indult, amikor Kádár Anna megkeresett, és szervezett a Sárának ilyen jótékonysági vásárt a Facebookon, és utána volt két cikk az újságban. Ennek hatására keresett meg a török házaspár, hogy szervezzenek neki ilyen jótékonysági koncertet. És örülünk neki nagyon, mert pozitív a visszajelzés, tehát így egyből több zenekar fellépő jelezte, hogy jönne segítene, meg magánemberek is, hogy bármire, hogyha szüksége van, akkor itt vannak és segítenek. Egyébként a szabad-e megkérdeznem, hogy ezt az összeget mire fogjátok fordítani? Mindenképpen szeretnénk neki most már ugye, hogy ilyen hosszú, egy új autósülés szeretnénk neki, a fürdetőkágyát szeretnénk lecserélni, meg hát a kanabiszcsepp, meg ami éppen így aktuálisan fel fog merülni neki, azokat szeretnénk megvenni belőle. Aki segíteni szeretne nektek, az hogyan, miként tud? Van a Sárának alapítványa, az 2020-tól tudom majd az adó 1%-át igényelni, addig magánjellegű befizetéseket tudunk fogadni, meg perselyek vannak kihelyezve így a városban, most már közel 20 helyen. Mire szeretnétek fordítani ezeket az összegeket? Igazából azokból fedezzük a havonta felmerülő kiadásokat, tehát így a tápszere, dévénytorna, a gyógyszerei, meg ami így felmerül neki, éppen aktuális dolog. Milyen gyakran kell egyébként vele tornára járni, és mennyi gyógyszert szed, milyen gyógyszereket szed ő? Hetente egyszer járunk fizetős dévényre, meg évente kapunk TB alapon 10 vagy 20 alkalmas szintén így dévénytornát. A konduktor és a gyógypedagógus az a Palotai úti korai fejlesztőből jár ki két hölgy, úgyhogy az ingyenes. A havi gyógyszer költsége az igazából így ami jelentősebb a tápszere, ugye speciális tápszert kap, tejfehérjementes tápszert, az, ami húzósabb, izomlazítót kap ezen kívül, savlekötőt, meg a kanabiszcsepp, ami drága, az közel 20 000 forint egy hónapra. Meg hát ugyanúgy persze is kap vitamint, ami éppen kell. A török házaspár szervezte meg a jótékonysági koncertet, miután találkoztak a kislány történetével. Török Attila azt mondta, úgy érezte, segítenie kell, hogy Sára élete boldogabb lehessen. Olvastam, hogy a kislány Canavan-szindrómában szenved. Fogalmam nem volt arról, mi ez a szindróma. Utána néztem, szembesültem vele, hogy ez gyógyíthatatlan betegség. Mivel, hogy nekem volt már ilyen szervezésem a kárpátaljai magyarokért, abból megmaradt nekem ismerősök, zenekarok, úgy gondoltam, illetve úgy is éreztem, hogy nekem a családot segítenem kell avval, hogy egy segélykoncertet szervezek a létükre. Illetve megkerestem személyesen Zsédei Máriát, az édesanyát, elmondták, hogy ápolási segélyből, illetve az édesapa fizetéséből tartják fönt önmagukat, illetve kezelik ezt a betegséget, és így úgy gondoltam, hogy mindenképp meg kell ezt csinálni, hogy egy kis bevételt tudjunk juttatni a család részére, illetve Sára betegségére. Talán ebből hozzá tudunk járulni, hogy Sárának jobb legyen, szebb legyen az élete. Mi volt az oka annak, hogy ennyire megérintette ez a történet? A kislány. Meg, igen. Szóval az, hogy ő meg fog halni. Ezen a kislányon segíteni kell, amíg ő él. Fájdalmai vannak, izomgörcsei.
Mivel hogy senki nem segíti, ez a pici lány ne a fájdalmakkal élje az életét. Ebből az indítatásból. Illetve ebből az indítatásból született az is, hogy nem csak itt, hanem szeptember 21-én Budapesten ugyanígy megtartjuk az ő javára ezt a segélykoncertet. Beszéljünk egy kicsit erről a segélykoncertről. Kik azok, akik vállalták a fellépést? Mit kell tudni ezekről a zenekarokról? A zenekarokról egy szóra önzetlenül mindenki hozzáállt. Hozzáállt Cikra László, azon kívül Polgár Péter. A Pitpunk zenekar, ő egy gyerek zenekar, Alexa Ákos, aki fellép, helyi fellépő, ő musical énekes, Big Time együttes, a kijön még, az Ellenméreg zenekar, akiket úgy kiemelnék, mert igazából ő, Sárfi László, azonnal elintézte, hogy Pesten egy rockklubban legyen még egy ilyen segélykoncert. Ők mindenki úgy állt hozzá, hogy semmiféle anyagi juttatást nem kértek, egy szóra, és mindent a család részére ajánlanak. Illetve még a Szív a sisak alatt Juhász Benjamin szervezésével jöttek le 20 darab motorkerékpárral, sérült gyerekeket is várunk, így is lett hirdetve, hogy autista gyerek, sérült gyerek jöjjön, fölülhet a motorra, illetve itt a mellékutcában motorral fogják vinni őket. A budapesti koncertről mit kell tudni? Aki segíteni szeretne, az hova és mikor menjen majd, hogyha esetleg erről lemaradt? A budapesti koncert a szeptember 21-én lesz Csepelen, a Route 66 klubban. Az interneten már meg is van csinálva Facebookon ennek az esemény oldala, illetve ott már kompletten megvan az egész. Már csak a vendégeket várjuk oda, és 5 fellépő együttes lesz, például a Tehervonat, Ellenméreg zenekar, Örök mozgó. Ez este 7 órától fog kezdődni, reményeink szerint éjfélkor befejezik az együttesek, de őket ismerve szerintem hajnali 2-ig el fog nyúlni. A fellépők között ott volt például Polgár Peti, László Attila és a Pitpunk zenekar is. A fellépők önzetlenül vállalták a szereplést. Most már több mint 6 éve vagyok a transzplantációs alapítványnak egy ilyen nagykövete, ahol minden évben ott vagyok, és az ilyen transzplantált gyerekek táborára gyűjtünk, úgyhogy a gyerekek azok mindig fontosak nekem, és hogyha felkérnek ilyenre, akkor azonnal ugrok. Nagyon sok jótékonysági rendezvényen szoktam részt venni, és én úgy vagyok vele, hogyha tudok, és hogyha az énekemmel, a dalaimmal hozzá tudok járulni, az, hogy valakinek segítsek, akkor ez egy nemes ügy, és számomra is a lelkemnek is egy megnyugulás, hogyha valakinek segíthetek. A rendezvényen részt vett a Szív a sisak alatt közösség is, akik motoroztatással csalnak mosolyt a gyerekek arcára. Mi igazából nagyon sok sérült és hátrányos helyzetű gyereket motoroztatunk, minden ilyen rendezvényre elmegyünk, és nem ezt éreztük fontosnak, hanem ezt is fontosnak éreztük, hogy ide eljöjjünk, amint megláttuk a interneten a felhívást. Miért fontos ez nektek? Miért szívügyetek egyébként, hogy gyerkőcöket motoroztassatok? Nekünk ez örömet okoz. Ennyi. Tehát nekünk az a boldogság, hogyha a gyerekek boldogak és mosolyognak. Ennyi.